Sziasztok! Mint említettem, múlt héten, vagy a héten egy esküvőre megyek. Gondolom néhány hallgatónk is itt van, de mindenképpen mondtam, hogy ha megígértem, akkor megteszem. Kicsit rövidebb lesz. Írjatok, hogy lehet-e hallani, vagy nem. Nem tudom, hogy mennyire hangos a zene az én hangomhoz képest. Szia, Éva! Szia, szia! Lehet hallani? Vagy túl hangos a zene? Na, akkor egy pár szót röviden. Tényleg nagyon fura most, így egy esemény közepén, de ha megvan a szerd, hogy minden héten tanulunk, főleg azért, mert jövő héten nem fogunk tanulni. Írjatok, ha tudtok jól hallani. Főleg azért, mert jövő héten nem fogunk tanulni. Szuper, jó, örülök. Jövő héten nem fogunk tanulni, mert egy Farbrengenen leszek. Fogok ott fordítani. Úgyhogy mondtam, hogy akkor legalább ez a hét ne maradjon el. És most egy esküvőn vagyok. Tudok mesélni zsidó esküvőről. Köszönöm. Ott tartottunk, hogy a kupa alatt áll a házas pár, és hivatalossá kell tenni ezt az esküvőt. És ilyenkor egy pár módszert használunk. Úgy szoktuk, hogy van egy pár módszer annak, hogy hogyan lehet egy nőt feleségül venni, és mi az összes módszert alkalmazzuk, azért, hogy biztos, ami biztos jó legyen. Úgyhogy van a ketubá, az a szerződés, aztán van a gyűrű, ami egy ékszer, egy valami értékes dolog ajándékbaadása a menyasszonynak, van a hét áldás, és mindezek után, amikor vége van a fupának, akkor van egy olyan rész, ahol a vőlegény és a menyasszony elvonulnak egy külön szobába. És annyit kell csinálni, hogy bezárják az ajtót, és egy pár percig ott vannak egyedül. Mi ennek a lényege? Az a lényege, hogy ez egy olyan dolog, amit csak egy házas pár csinál, és ezért a tanú van, minden esküvőnél van két tanú, bocsánat, itt közben elteszem a kisbabámat morzsákkal, hogy ne panaszkodjon. A két tanú, aki volt az esküvőnél, aki látta, hogy megtörtént az esküvő, ők azok, akik meglátják, hogy a házaspár bement egy szobába egyedül, megnézik, hogy a szoba üres, nincsen ott senki, bemenek, bezárják az ajtót, és azt hiszem 9 perc a minimum, amit ott kell tölteni, lehet bármit csinálni, beszélgetni, től kezdve, ahogy már egy hete nem találkoztak, szia, hogy vagy, stb. És ilyenkor válik véglegessé a házasság, és utána vége van az összes hivatalos dolognak, és kezdődik a buli része. Ez arról szól, hogy a vőlegény és a menyasszony ezen a napon lehet, hogy ugye izgultak, lehet, hogy aggódtak, és mi most próbálunk minél több boldogságot hozni nekik ezen a különleges napokon, mert ez egy nagyon boldog nap, azon kívül, hogy izgultunk egy új családot építeni, egy házasság, ez egy nagyon, nagyon boldog pillanat. És emiatt van nem csak, hogy szeretjük őket boldoggá tenni, hanem ez kimondottan egy micvá, egy jó cselekedet, és mindenki igyekszik minél jobban boldoggá tenni a fiatal házaspárt, az általában a tánc és a zene, vallásos esküvőknél ez külön-külön történik, férfiak a férfiaknál táncolnak, a nők a nőkkel, ilyenkor megvacsorázunk, és végül is ez egy hosszabb része az esküvőnek, de erről nincs olyan sok mit mesélni. Annyi van, hogy
a maga az étkezés, az egy micva, úgy, mint a sábeszi asztalnál például kezet mosunk, kezet öblítünk, bárheszt eszünk, akkor ugyanúgy egy esküvőnél nem mondunk áldást két bárheszre, de maga a kézöblítés és a bárheszevés az egy micva. És az esküvő végén, amikor elhangzik az asztali áldás, akkor pedig van még egyszer ez a hét áldás, mint ami volt a hupa alatt, és utána az egész hét, ami követi az esküvőt, minden este lehet szervezni egy különleges vacsorát, és ha van a meghívottak között olyan ember, aki nem volt az esküvőn, akkor még egyszer el lehet mondani ezt a hét áldást. Úgyhogy ezt nagyon igyekszük betartani, és ezek után végül is a vége van az esküvőnek, mindenki hazamegy, és a házaspárnak kezdődik a közös élete együtt. Az első év az egy nagyon fontos és kritikus év ahhoz, hogy a házasság jó alapokon kezdődjön el, és ezért van mindenféle szokás az első évvel kapcsolatban, amit igyekszünk betartani. Például az első évben nem utazunk el egymástól úgy, hogy egy estét máshol kelljen tölteni. Pillanat. Másodperc. Bocsánat. És mi van még, ami az első évben különleges? Az, hogy az első évben igyekszünk egy nagyobb közösségbe élni, azért, hogy kapjunk támogatást az ismerősöktől, és tényleg mindent megteszünk azért, hogy jó alapokon épüljön ez az új család. Minden házasságban történnek olyan dolgok, amiket meg kell oldani, nem magától megy, ebbe bele kell fektetni időt, energiát, de az a hozzáállás itt, hogy a legtöbb házasság tud működni, ha mind a két fél beleteszi a 100%-ot. Azért, hogy ez működjön. Természetesen vannak olyanok, hogy mondják, tehát minden általánosságnak vannak a kivételei, és itt is ez van. Tehát ha van valaki, aki házas volt és nem működött, ez teljesen normális, hogy igen, vannak olyan házasságok, amiket nehezebb megoldani, de amikor belemegyünk, akkor tényleg igyekszünk mindent megtenni azért, hogy működjön, de természetesen nem minden áron, vannak olyan dolgok, amiket nem lehet elfogadni. Ezt mind meg lehet beszélni a rabbival, ha bárkinek a házassága egy nehezebb pontra jut, akkor mindig lehet tanácsot kérni. De tényleg a tapasztalat is azt mutatja, hogy ha úgy jövünk össze, hogy vannak közös érdekek, közös értékek, és mindketten befektetjük a 100%-ot ahhoz, hogy ez működjön, akkor tényleg gyönyörű házasságokat lehet építeni, és szép családokat létrehozni, és tényleg ez egy nagyon-nagyon fontos dolog a zsidóságban. Úgyhogy kívánom az ifjú házaspárnak, akinek az esküvőjén most itt vagyok, hogy nekik is legyen egy nagyon erős és jó házasságú, legyen sok örömbe részük, és minden, ami jó és fontos, kívánom nekik. Én itt elbúcsúzok tőletek, mert kicsit nehéz itt így egy lábon tanítani. Jövő héten, amit említettem, nem fogunk tanulni, de az utáni héten találkozunk.